Szia, Vastin vagyok a Don't Panic angoltól, és szeretnélek meghívni a jövő héten, azaz az április 18-án hétfőn kezdődő egy hetes, vagyis ötnapos, hétfőtől péntekig tartó ingyenes tréning sorozatunkra, aminek a fő témája az lesz, hogy miért értjük olyan nehezen az angolt, mintha egy tök másik nyelven nem is angolul beszélnének ezek az angolok vagy az amerikaiak. Ezt fogjuk boncolgatni, és gyakorlatias workshopokat, ingyenes gyakorlatias workshopokon vehetsz részt. Tehát itt a csoportban, az ingyenes csoportomban, Hogyha nem vagy az ingyenes csoportom tagja, akkor keresd rá Facebookon, hogy Don't Panic Angol Vastimivel, és bátran csatlakozz, jó? Itt a posztban ki is tettem egyébként a csoport linkét, hogyha esetleg nem vagy még tagja, mert ott fognak folyni az élő online videós tréningek, jó? A a péntekig mondtam, ugye, hogy hétfőt a péntekig lesznek ezek a, a videós tréningek, és minden este 7-től 3 4 8 8-ig fog tartani, a hétfői téma, egy kicsit puskázok, az az, hogy miért nehéz én megérteni, miért nehéz érteni az angolt, főleg, hogyha anyanyelviekkel beszélünk, akkor néha úgy beszélnek, mint hogyha nem is az angol nyelv lenne. Megmutatom neked, hogy miért olyan nehéz, mitől olyan nehéz nem anyanyelvi, nem angol anyanyelvi beszélőként megérteni, és hogy hogy értsd meg könnyebben. A keddi téma az egy izgalmas, vicces téma lesz, slang, angol nyelvű slang a mindennapokban. Ami igazából nem slang, mi úgy érezzük, illetve az angol tanulók úgy érzik, hogy ez slang, de igazából ez a mindennapi, az everyday English, ez a mindennapi angol része, úgyhogy ezt fogom meghozni, elhozni neked a keddi előadásba, keddi élő tréningben, hogy mik azok a kifejezések, vagy akár félmondatok, komplet mondatok, amiket használnak a mindennapokban, és, és ezeket tényleg használják, csak olyan olyan slangnek tűnik, de amúgy mégsem az. Megmutatom majd ezeket a kifejezéseket. A szerdai tréning az nagyon-nagyon érdekes lesz, mert hívok egy vendégelőadót ide fog jönni hozzánk, és élőben, már meséltem róla egyébként nektek, ő az én kócsom, Monostori tímának hívják, ő is tími, és nagyon-nagyon sokat tanultam tőle az elmúlt fél évben. Segíteni fog, szezációs előadó egyébként, és segíteni fog nektek abban, hogy hogy tartsátok szinten az angol, a, motivációkat, a motivációtokat az angol nyelvtanulásban, mert szerintem ez baromi fontos ahhoz, hogy eljuss a kitűzött célodig, illetve egy célkitűzés is lesz ebben a tréningben Timivel. Én nagyon sokat tanultam tőle tavaly, és azóta is ezt használom, és ebből már tettem vagy adtam nektek betekintést néha-néha olykor beszéltem róla. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes és fontos téma lesz, hogy hogyan tarts szinten a motivációd az angol tanulásban, hogy célba érje, jó? Szerdán lesz vendégelőadó Timi, úgyhogy én már nagyon várom, szerintem még jobban várom, mint ő vagy ti, mert ez zseniális előadó, imádni fogjátok. Csütörtökön, picit puskázok, igen, csütörtökön jövök a kiejtés tréninggel, ahol a nyelveteket fogjuk tréningezni az angolra, hiszen ez egy teljesen más rendszer, mint a magyar kiejtés, úgyhogy kiejtéstréning vicces lesz, ígérem, csütörtök este. Péntek este pedig olyan eszközöket, gyakorlat és módszereket és eszközöket hozok nektek, illetve forrásoldalakat, oldalakat, ahogy a hallott szövegértéseteket hogy tudjátok még jobban tréningezni, fejleszteni, Úgyhogy, én már nagyon izgulok, április 18-án, vagyis jövő hétfőn kezdődik minden este 7 órakor. 7 órától 8 óráig magyar idő szerint, ez fontos elmondanom, jó, magyar idő szerint a Facebook ingyenes csoportomba, ha nem vagy a tagja, akkor kérlek itt a posztban keresd meg a linket, kattints rá, csatlakozz a csoportba, nem kell regisztrálni, semmit nem kell, csak gyere a csoportba, és figyeld, hogy este hétkor posztolom majd nektek az élő online előadást, és jövök hétfőtől péntekig minden nap egy izgalmas témával, hogy jobban értsd az angol nyelvet, és jobban beszéld az angol nyelvet. Én már nagyon várom, úgyhogy hajrá, és várlak titeket!